Jól van? Nem ütötte meg magát? Meg is hallhattam volna. De szerencsére nem halt meg. Maga állat! Hogy megszökhet az elvetemült. Mindjárt lelövöm, mint egy kutyát. Mit művel maga? Nem látja, hogy fegyvertelen? Egy vagy két hulla nekem, édes mindenki. Vadállat! Nem látta, hogy ez a férfi megmentette az életemet? A főnökének vagyok a lánya. Santana ezredesnek. Már ide kellett volna érniük az új foglyoknak a fővárosból. Valami közbejöhetett, ezredes úr. Lehet, hogy meghibásodott az autó. Az évnek ebben a szakaszában nehéz a sivatagban közlekedni. Ha ez a helyzet, értük kell mennünk. Útnak indítsak egy egységet? Nem. Telefonáljon a fővárosba. Tudja meg, mikor indultak. Félek, hogy rájuk esteledik a sivatagban. Túlságosan lehűl a levegő, akár halálra is fagyhatnak. A sivatag kíméletlen, ezredes úr. Nappal a hőség gyilkol, éjjel pedig a hideg. De nem veszítenénk vele túl sokat, ha meghalnának a nyomorultak. Ilyet még viccből sem mondjon soha. A foglyok ránk vannak bízva, mi felelünk értük, és ne feledje, velük van két emberünk is. Elnézést, ezredes úr. Engedelmet, telefonálok. Az meg hogy lehet? Hogy lehet, hogy a lányom nincs itt? Gondoltam, szavalok neki párat a verseim közül, Eszter asszony, de mire megfordultam, elment, már nem volt ott. Ha tudnám, micsoda mély átéléssel szavaltam neki. De hát minek? Én csak szörnyen nevetségessé váltam. Figyelj, Tomasito, adhatok egy jó tanácsot. Nem hinném, hogy sikerülne meghódítanod Barbara szívét költeményekkel. Figyelj, ő is csak egy fiatal lány, aki csacsogni szeret, semmiségeken nevetgélni, és nem szerelmi vallomásokat hallgatni. Bárhogy is áll a dolog, szerintem igenis modortalanul viselkedett. Tökéletesen egyetértek veled, Tomasito. Ne aggódj, kedveském, súlyosan meg fogom büntetni az udvariatlansága miatt. Igaz is. Hol van most Barbara? Nem tudjuk, Eszter asszony. Elpattant a lovára, és elporzott a város felé, mintha az ördög bújt volna belé. Istenem, ez a lánya sírba visz. Vajon miért ment be a városba, Eszter asszony, minek? Hogy lehet, hogy Barbarita szívesebben van együtt a lovával, mint velem? Ez rettenetesen fájt nekem, Eszter asszony. Borzasztóan. Isten vele. Úgy vélem, semmi oka nevetgélésre. Valami azt súgja, hogy maguk ketten pontosan tudják, hogy hol van Barbarita. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy gyorsan mondják meg. Vagy a hazugságuk az állásukba kerülhet. Tényleg azt hiszi, őrmester, hogy a kis szőke Santana ezredes úr lánya? Amilyen határozottan állította magáról, nem kizárt. Azt tudom, hogy az ezredes úrnak van egy lánya, de még soha nem látta. Hát ez furcsa. Maga folyton Eszmeráldában van, mégsem látta az ezredes úr lányát. Lehetséges, hogy az ezredes úr a lányát is bezárva tartja, ahogy a foglyokat. És hogyha így van, akkor megszökött és látja, hol kötött ki. A végére kell járnom a dolognak. Semmiképpen nem akarok hibát elkövetni. Igyekezzen azzal a belsővel, mert igencsak kezdem elveszíteni a humoromat a meleg miatt. Kockáztatta, hogy lelövi az az ember, mégis segített. Nem értem, mi lelte Pegázót hirtelen. Miért néz rám így? Szeretném örökre bevésni az arcát az emlékezetembe. Az utolsó szépséget, amit életemben látok. De miért viszik a fárájomba? Sosem tudom meg. Nem értem, hogy ítélhettek el valamiért, amit nem követtem el. Mit tehetnék magáért? Úgy érzem, az adósa vagyok. Talán elintézhetném. Felejts el. Felejts el, hogy megmentettem. Ahová most megyek, nem létezik a remény. Adja a kezét, kérem. Köszönöm. Megérintettem a kezét, és visszatért a bátorságom. Mert életemben először félek attól, ami rám vár. Legyen bátor. Ígérem magának, ne, hogy... Nem akartam szánalmat ébreszteni magában. Csak el akartam mondani, hogy mit érzek. A börtönben, ahová visznek, vissza kell emlékeznem rá, hogy a börtönfalakon kívül létezik a szépség maga. Bustamente, felállni, indíts a furgonhoz, véget ért a vakációja. A lába. Ó, jól vagyok.
éppen eleget törődött már velem. Hallottam, Bustamante? Indulás! Hagyja békén a kisasszonyt. Mozduljon végre, vagy olyat teszek, hogy magam is megbánom. Szerencsére nem súlyos. Valószínűleg csak ficam. Hattán! A türelmem, indulás! Mozgás, mozgás! Igyekezzen szedje már a lábát, gyerünk! Befelé! Ásszon fel! Induljanak! Fogja! Újra eleredhet a vére. Miattam ne váljon meg a kedvenc kendőjétől, kisasszony. Tegye csak el! Hát, ha egy szép napon még módja lesz visszaadni. Jó napot! Negret urat keresem. Mi a frászban ezzel a kulcsal, hogy nem nyitja? A kisasszony doktor Negret titkárnője, ugye? Barbarita! Barbarita, jaj, elnézést, nem vettem észre, parancsol valamit? Igen, beszélni szeretnék Javierrel. Nincs itt az irodájában? Jaj, nincs, igazán sajnálom, de doktor Negretnek váratlanul és sürgősen el kellett utaznia. Elutazott? Hová és miért? Ó, ebben sajnos nem lehetek a segítségére, Barbarita, mert tudja, dr. Negret független, egyedülálló fiatalember, azt csinál az életével, amit akar, senkinek nem tartozik magyarázattal, még nekem sem, pedig velem aztán igazán mindent meg szokott osztani. Nagyon bizalmas viszonyban vagyunk, ha érti, mire gondolok. Nem tudja, hogy mikor jön vissza? Nos, nézzük csak. Ez attól függ, hogy érzi magát ott, ahol van, mert elképzelhető, hogy dr. Negret a barátnőjét látogatta meg valahol, és lehet, hogy nem akarodzik hazajönnie. Akkor nézze meg, kérem, nem hagyott-e nekem üzenetet? Furcsálom, hogy úgy utazott el, hogy nem mondta meg, hová megy. Az a helyzet, hogy én magam indítottam útnak, de nem hagyott üzenetet sem magának, sem másnak. Ha valamilyen sürgős ügyben szeretne beszélni vele, vagy... Mindössze beszélni akartam volna vele. Ha tudnám, mennyire meg tudom érteni, Barbarita. Az ember olykor úgy érzi, sürgősen szüksége van valakire, miközben a másik szinte levegőnek nézi az embert, ugye? De ne izgassa magát, Barbarita, mert ha dr. Negret visszajön, ígérem... Ez már több a soknál, Teresa. Az előbb majdnem lebuktattál az asszonyom előtt. Csak te tehetsz róla. Én nem fogom az állásomat kockáztatni azért, mert te folyton tartod a hátad, mikor Barbarita kisasszony valami őrültséget csinál. Szó sincs róla. Tudod, hogy mi a te bajod? Szörnyen féltékeny vagy, mert Barbara engem jobban kedvel. Te jóisten, kisasszony, mi történt? Most nincs idő magyarázkodásra. A mama hazajött? Már réges-rég. Szörnyen dühös, amért faképnél hagyta Tomásítót. Segíts eljutnom a szobámig. Míg át kell öltöznem, így nem kerülhetek a mama szem elé. Mi történt a lábával? Megsérült a bokám. Jaj, ne kérdezősködj annyit, inkább segíts, mert semmi kedvem válaszolgatni a mama kereszt kérdéseire. Már pedig kénytelen leszel válaszolni nekem, édesem. Merre jártál, Barbara? És miért vagy ennyire siralmas állapotban? Elnézést, ezredes úr! Beszéltem a fővárossal, megtudtam, hogy a foglyokat a szokásos időben indították útnak. Vagyis már itt kellene lenniük. Parancsot adok, hogy induljanak a keresésükre. Szükségtelen, főadnagy, már itt is vannak. Menjen, fogadja őket. Igen, ezredes úr. Miért estél le alulról? Nem tudom, mi történt. Lehet, hogy egy kígyó siklott át az úton, és szegény állat megijedt tőle. Griselda, menjen a dolgára, kérem. Elnézést. De ugye nem azzal az ügyvédpalántával volt randevúd, azzal a Negrettel. És a nagy sietségben, hogy még előttem hazaérj, balesetet szenvedtél. Hogy mondhatsz ilyet, mama? Esküszöm, nem találkoztam vele. Úgy történt, ahogy az előbb mondtam. Pegászó megbokrosodott, és én leestem. Nem mintha örülnék, de megérdemelted. Mert csúnyán bántál Tomásítóval. Ezt meg hogy érted? Szegény fiú szörnyen megbántva távozott, amiért csúnyán faképnél hagytad.
Nem viselkedhetsz vele így. Tiszteletet érdemel. Én talán nem érdemlek tiszteletet. Nekem nem lehetnek érzéseim. Nekem nincs jogom a boldogsághoz. Megfosztotok tőle, olyan férfihoz kényszerítetek, akit nem szeretek. Barbarita kisasszony. Ne fáradj, Griselda, egyedül is elboldogulok. Remélem mindenki tanult belőle, és ismét mindenki előtt világossá vált, hogy itt csak is én parancsolok. Tartsák a hideg víz alá! Nyugalom, őrmester, a fogoly halála miatt nem esett semmilyen bántódása. Helyesen cselekedett. Csak azt nem értem, hogy a másik miért nem lépett le, amikor lehetősége lett volna rá. Az a fajankó inkább egy fiatal nő segítségére sietett, akinek megbokrosodott a lova. Fiatal nő? Hát igen. Azt állította, hogy ő Santana ezredes lánya. Maga szerint igaz, főhadnagy úr? Az ezredes úrnak van lánya, aki fehér lovon járja a sivatagot. Barbara kisasszony lesz ez. Őrmester, azt ajánlom, hogy a jelentésében ne írjon bele mindent, ami történt. Szóval arra kér, hogy hazudjak, főhadnagy úr? Nem, megparancsolom, hogy hazudjon, agyalágyult! Ha az ezredes úr megtudja, hogy a fogoly nem mást mentett meg, mint a lányát, másként fog bánni vele. Márpedig itt senkinek nem jár különleges bánásmód. Sajnos lábbal előre hozták meg a kliensedet, nagy sátán. Elég baj, aspirány. A nyomorult már csak a más világon adhatja meg a tartozást. Nyomás! De hamar kárpótolhatjuk magunkat. Nézd csak, milyen csinos fiúkát hoznak nekünk. Peckesen jár, mint egy döjfös kakas. Tényleg? Illő fogadtatásban kell részesítenünk. Hát tanulja meg ki az úr a házban. Jaj. Jaj, nagyon fáj, Griselda. Én nem merem kezelni a bokáját. Jobb, ha elmegyünk Nemesziához, ő egy-kettőre rendbe hozza. A boszorkányhoz? Megőrültél? Lehet, hogy Nemeszia tényleg boszorkánya, hogy mondja. De legalább annyira ért az ilyesmihez, mint az orvosok. Miért nem meséli el inkább, hogy történt ez az esés? Mert én nem veszem be a mesét, amit Eszter asszonnyal elhitetett. Látom, téged nem csaphatlak be. Életem leghihetetlenebb élménye volt, Griselda. Egyszerre volt szörnyűséges és elképesztően különös. Pegászon vágtattam, ahogy minden nap. Egyszer csak a távolban megláttam a Ferejoni furkont az út közelében. Egy fogoly megszökött, mire az egyik őr rálőtt és megölte őt. Ó, Istenem, ez borzasztó! Jaj, szegény ember, kétségbe esettem, menekült, és rá se hederített a felszólítása, hogy álljon meg. Jó, de aztán mi történt? Nos, amikor eldördült a lövés, Pegászó szörnyen ideges lett, és elkezdte dobálni magát, mint egy őrült. Már nem is bírtam féken tartani. És mikor már majdnem leestem, egyszerre csak ott termett. Ki? Ki termett ott? A másik fogoly. Jaj, ne! Nehogy azt mondja, hogy megtámadta az elvetemült bűnöző. Nem, Griselda. Ő mentett meg. Megakadályozta, hogy a ló maga alá temessen. Látnod kellett volna. Az őr majdnem lelőtte, amiért segített rajtam. Szembe kellett szállnom azzal a vadállattal, hogy nehogy bántsa. Az Istenért, kisasszony, meg is ölhették volna. Miért keveredik ilyesmire? Nem hagyhattam, hogy baja essék szegény embernek, főleg azok után, hogy segített. Látja, kisasszony, milyen maga. Folyton másokért teszi kockára az életét. És válthattam vele néhány szót. Annyira kedves és jól nevelt embernek tűnt. Mondjak valamit, Griselda. Nehezen tudom elhinni, hogy az a férfi gyilkos lenne. Egy ilyen ember nem lehet gyilkos. Ez a legellenmondásosabb személyi lap, amit hosszú pályafutásom során valaha is láttam. Hogy lehet, hogy nem büntetett előéletű? Annak kéne lennem. Sajnálom, hogy csalódást okoztam. Ne gúnyolodjon, fogaj! Adja csak, Ubius. Elvégre Andrés Bustamante úrnak bőven lesz még rá alkalma, hogy megtanulja az itteni szabályokat. Rögtön szökési kísérlet van a rovásán, amiért büntetés jár. Csak hogy eszemágában sem volt megszökni. Ez az ember hazudik, ezredes. Ez nem igaz. De igenis hazudik. Őrmester! Az őrmester jelentésében az áll, hogy maga megtámadta.
és le akart rántani egy fiatal nőt a lováról, hogy elmeneküljön. Nem így történt. Azért támadtam meg az őrt, mert nem hagyta, hogy segítsek a lánynak. Szorult helyzetbe került. Azt állítja, hogy én hazudok? Csak azt mondom, hogy nem állt szándékomban megszökni. Azt akarja, hogy elhiggyem a meséjét, hogy segíteni akart egy fiatal lánynak? Hülyének néz engem? Elnézést, ezredes úr, de ez az ember meghazudtól. Márpedig én azt mondom, hogy szökni próbált. Mondja el az igazat, én magad nyomorul! Én az igazat mondom, igenis meg akart szökni! Nem akartam megszökni! Dehogy Isten! Rosszul kezdi, Bustamante. Az önteltsége arra kényszerít, hogy már is megismertessem a börtön házi rendjével. Kovíjasz! Vigye le és kapjon 10 korbácsütést! Korbácsütést. Kubiosz, inkább legyen 20 korbácsütés. Igenis, uram. Van még mondandója? Indulás! Mozgás! Ez az én köröm lesz. Még hogy megmentett egy lányt. Ereszelek, nyomorultak! Ezt nem tehetik velem! Elvihetik. Ha úgy történt, ahogy elmondta Barbara kisasszony, szegény ember nagy bajba sodorta magát azzal, amit tett. De hát miért? Mert neki ment az őröknek, és az ilyesmit nem bocsátják meg egy könnyen a farajónban. Akkor majd beszélek a papával, és elmondom, hogy mi történt. Hogy ne legyen vele kemény. Eszébe ne jusson az Istenért. Ha elmeséli a történteket a papájának, az a minimum, hogy elveszi magától a lovat, vagy kerekperec megtiltja, hogy a környéken csatangoljon. Akkor mit csináljak? Tartsa a száját. Lehet, hogy rosszul gondolom, és nem kap büntetést a fiatal ember. Remélem, igazad van, Griselda. Mert azt nem bocsájtanám meg magamnak, ha miattam fenyítenék meg szegényt. Már-már azt gondolom, hogy megtetszett az arany. Ne beszélj badarságokat, Griselda. Azt nem tagadom, hogy nagyon vonzó. De képtelenség akár csak gondolni is erre a lehetőségre. Hogy én beleszeretnék az egyik rabba abból a börtönből, amit apám vezet, nem. Tudod, leginkább a tekintete ragadott meg. Olyan mély szomorúság, akkora fájdalom volt a szemében. Látszott, mennyire szenved. 40 korbácsütés! Ez már valami! 40 korbácsütés kapott, tudod, mert megszámoltam, és lemerném fogadni, barátom, hogy csak 20-at kellett volna kapnod. De mindig így csinálja Kubiosz főhadnagy az újakkal, mindig megduplázza a büntetést, amit kimért Santana ezredes. Ákozott Kubiosz! Folyton csak kínod bennünket! Örvendek. Campo Elias Guarnizo, alias Piranha. Figyelj, haver, elismerésem. Igazi férfiként viselkedtél, kibírtad. Az ember nem is gondolná, hogy így hozzá vagy szokva a büntetéshez. Kibírtam, mert nem voltam itt. Nem? Hát akkor hol a frázban voltál? A mennyekben. A gyönyörű őrangyalommal. Aha, hiszen őrangyalok nem is léteznek. Itt csak el, barátom. Léteznek. Ma láttam. Az én angyalom a legszebb nő, akit valaha láttam. Csak egy kanállal a mama kedvéért. Egyél, kis galambom. Tomasito, légy szíves, muszáj enned. Egy falat sem megy le a torkán, egy szemhunyásnyit nem aludt. Ha ez így megy tovább, Istenem, még megöli nekem a depresszió. Szerintem ez tűnhetetlen, Berta. Tomasito lehetne egy kicsi erősebb jellem, viselhetni férfiasabban is a kapcsolata nehézségeit. Úgy beszélsz, mintha te soha nem lettél volna szerelmes. A szerelemben az ember elveszíti az önérzetét. Te talán nem így éreztél, mikor belém szerettél? Jaj, hát dehogy nem, de azért túlzásba sem estem. Csak nem azt akarod ezzel mondani, hogy nem is voltál igazán szerelmes. Ne, édesem, ne forgass ki a szavaimat, én csak azt magyarázom, hogy... Tudod mit, inkább hallgass, mert a végén még megharapszom.
Komolyan el kell beszélgetnem Eszterrel. Itt az ideje, hogy tisztázza a dolgokat Barbaritával. Nem bánhat ilyen szívtelenül Tomasétóval, ezt nem tűröm. Én mindenképpen óvatosságra intenélek, Berta. Te is tudod, milyen nehéz volt találnunk valaki Tomasítónak. Nem kéne elpuskáznunk a dolgot a dürohamod miatt? Igen, Berta asszony? Várjon egy percet, kérem. Halló? Eszter? Nem akarom hosszúra nyújtani a beszélgetésünket. Végtelenül elszomorít, ami Tomasítóval történt. Megértem a szomorúságodat, Berta, és hidd el, én is szörnyen fájlalom, hogy Barbara így viselkedik. Nem elég a bocsánat kérésed. Nem az első eset, hogy Barbara gonoszkodik Tomasítóval. Mondtam is Tomasítónak, hogy keményen megbüntetem. A büntetésekkel csak azt éred el, hogy még inkább lázadozzon a lányod. Nem tudom hogyan, de mindenképpen el kell érned, hogy Barbarita kedvesebben bánjon a fiammal. Nézd, Berta, az egyetlen dolog, ami hirtelen az eszembe jut, az az, hogy a fiad udvaroljon ügyesebben Barbarának. Mégis mit képzelsz, hogy Tomasito nem tudna bármelyik lánynak udvarolni? Minden képessége megvan rá, nekem elhiheted. Semmi kétségem felőle. A fő, hogy ne keseredjünk el. Nem igaz? Figyelj csak, lenne kedvetek esetleg szombaton átjönni hozzánk ebédre? Legalább Barbara és Tomasito beszélgethetne egy jót. Jobban megismerhetnék egymást. Mit szólsz hozzá? Szombaton ott vagyunk. Jaj, szegény Barbarita, Istenem, mi van rá? Ezt muszáj elmesélnem Maruhitának. Maruhita? Ó, ha tudnád, micsoda szaftos pletykával szolgálhatok. Jaj, Pegászó, ha tudnád, mennyire fáj még a bokám. Már megint ki akar szökni, engem pedig kirúgnak. Jaj, ne túlozz már, Griselda. Meg kell járatnunk Pegászót, látod, hogy el van hízva. Segíts fel a nyerekbe. Tényleg? Szóval Pegászót akarja megjáratni? Akkor minek a teli kulacs? Mi az, kisasszony? Eddig csak a mamáját csapta be, de látom, most már engem is át akar verni. Aj, Griselda, mikor hazudtam én neked? Te vagy az egyetlen ember a világon, aki jól ismer. Bizony. Ne beszéljünk mellé. A cinkosa vagyok. Ez a pontos meghatározás. De ha holnap kirúgnak a kisasszony miatt, magára marad, és már csak a lovával társaloghat. Jaj, Griselda! Az éjjel nem aludtam valami fényesen. Nem tudtam kiverni a fejemből annak a rabnak a szavait, a tekintetét. Persze. Hiszen magának nem is szívdobog a bal oldalán, hanem puding van ott. Szörnyen bátran viselkedett, amikor megmentette az életemet. Utána meg elárulta, hogy igenis fél. Csak az igazán nemes és érzőszívű emberek éreznek félelmet az ítélettől. Ráadásul képes volt elismerni. Jaj, Griselda, az a férfi nagyon jó. Jaj, kisasszony, a férfiak is jónak születnek, csak elrontják, és azután már nincs megállás. Na nézzen csak a szemembe. Valójában hová indultak is? A fárájomba indultam, hogy megtudjam, biztosan nem büntették meg a tegnapi miatt. Megbolondult. Találkozni akarott az édesapjával. Még azt is megtiltotta, hogy kiejtse a száján a farájon nevét. Ha ott meglátja, botrány lesz. Szerinted mit csináljak? Üljek itthon ölbetett kézzel, miközben lehet, hogy szerencsétlen súlyosan megbüntették. Úgy csinálsz, mintha nem ismernél. Hogy ismerhetném, ha egyszer így kavar másztor úgy? Segíts fel a nyerekbe. Várjon! Csinálhatnánk valamit. Ismerem az egyik őrt a farajomban. Te? Én? Persze csak futólag. De annyira azért bizalmas viszonyban vagyunk, hogy kérhessek tőle egy szívességet. Akkor sürgősen beszéljünk vele, hol lakik? Nem, kisasszony, ezt majd én elintézem. Ha akarja, beszélhetek vele, hogy vegye a védelmébe. Komolyan? Meg tudnád tenni? De csak egy feltétellel. És még én vagyok a nagy kavaró. Szépen eljön velem Nemesziához, a boszorkányhoz, hogy gyógyítsa meg a lábát. Utána szívesen beszélek a barátommal. Megegyeztünk? Majd meglátja, hogy feleslegesen emészti magát amiatt a rab miatt. A barátomnak gondja lesz rá, hogy ne essen bántódása. Indul el zuhanyozni! Mozgás, büdös csürhe! Zuhanyozni! Mozgás kifelé mindenki! Indulás a zuhany alá! Ne piszmogjanak, nyomás! Magához kért a mi kis csipke rózsikánk? Azt hiszi, ez itt egy hotel? Indíts fürdeni! Itt a rabruhája! Vigyázzon rá, mert ebben az évben nem kap másikat! Indulás, mindenki az zuhany alá! Mosakodni, koszos disznó! Mozgás, mozgás! Hihetetlen! Szinte elmúlt a fájdalom. Én mondtam, kisasszony. Csak mivel tudósnak készül, csak azt hiszi el, amit a könyvekben olvas. A gyógyítást mi találtuk fel, akik ismerjük a hegyeket. Aztán jön pár sült bolond, tablettát készít a gyógynövényekből,
És azt hiszik, hogy feltalálták a spanyol viaszt. Részben igaza van, nem ezt jár. De ismerje el, hogy az orvostudomány sok jóval ajándékozta meg az emberiséget. Az üvegekben gyógyszereket őriz? Igen. Némelyek a lélek, mások a test gyógyulására vannak. De magácskának nem lesz rájuk szüksége, mert fiatal, gyönyörű, és mindene megvan. Persze, csak nem vagyok szabad. Szóval nem szabad. Azt mondja, a börtönigazgató lánya rabságban él. És azt mondja, ne mondjon ilyeneket. Sajnos nem dönthetek a saját életemről. Úgy szeretném, ha hirtelen történne velem valami érdekes. Valami, amiben beleborzonganék, amitől úgy érezném, élni kezdtem végre. De semmi. Itt soha semmi nem történik. Ó, nem. Az talán semmiség, hogy az egyik fogoly megmentette tegnap az életét. Ez meg mi volt? Sötét felhők. A sötét fellegek vérzivatart zúdítanak az életére. Santa Barbara, segíts meg! Tarts távol a gonoszt! Ez rám vonatkozik, nem Messia? Hogy mondhat nekem ennyi rosszat? Nem, nem, kisasszony. Az igazság az, hogy abban az üvegben nagyon erős védőitalt tartottam. És összetört, amikor Griselda megnevezte a férfit, aki megmentette az életét. Mesélj el, hogy volt. Mondja el neki, mesélj el! Nem Messia, tisztelem magát, de én katolikus vagyok. Nem hihetek, és nem is akarok hinni az ilyesmiben. Nagyon köszönöm, amit értem tett, de most már mennem kell. Menjünk, Griselda! Barbara kisasszony, óvakodjon azoktól, akik közel férköznek a szívéhez. Ne vakítsa el a szerelem, mert a határtalan szenvedélytől megbicsaklik a sors, és tragédiákat idéz el. Bustamante, ideben csak a saját játékszabályaink érvényesek. Első szabály, egy vezér van, akinek mindenki engedelmességgel tartozik. Ez én vagyok. Második szabály, minden újonnan érkezett rabot megfelelő fogadtatásban részesítik a társak. Bustamante, biztos benne, kisasszony? Biztos. Emlékszem, hogy az egyik őr úgy szólította, hogy Andrés Bustamante. Akkor bemegyek a faluba, és közben járok a fiatalember érdekében. Beszélek az ismerősömmel. Jaj, köszönöm, Griselda. Barbara kisasszony, mit gondol arról, amit Nemesia mondott magának az imént? Mégis mit gondolhatnék? Azt, hogy ostobaság. Inkább te se törődj a babonás ablatyolásával. De hiszen van abban valami, amit mondott. Már meg is történt. Egy férfi megmentette a haláltól. Elég, ráadásul... kezdem elveszíteni a türelmemet. Miért nem intézed inkább, amire megkértelek? Hová készül Griselda? Megveszi a gyógynövényeket, amiket nem érzi a rendelt a fájdalom ellen. Barbara, tudod, hogy nem szeretem, ha elmész a boszorkányhoz. Csak a jó ég tudja, milyen zöldségekkel tömítele a fejedet. Hogyha nem tévedek, te is szeretsz eljárni hozzá. Én csupán Bertát kísértem el hozzá. Erről jut eszembe, meghívtam Fonszékáikat szombaton ebédre. Mama! Figyelmeztetlek, Barbara, hogy ezúttal úgy kell viselkedned, ahogy egy jól nevelt úrilányhoz illik. És legyél nagyon kedves Tomasitohoz. Nem szeretnék ismét szégyenkezni miattad Fonszékáik előtt, mert akkor az apáddal kell elszámolnod, és tudod jól, hogy mennek nála a dolgok. Thank you.
Tudomásom szerint ezen a helyen Santana ezredes parancsol. Másodszor pedig nem érdekel a szíves fogadtatás. Csak hogy az nem számít, Bustamante. Mindenképpen át kell esned rajta. Hallja, mi a fészkes hajna folyik itt? A zuhanyozóban nem lehet gyűléseket tartani. Kifelé! Nem hallott a sátánfi? Még nem fejeztem be a zuhanyozást. Nem érdekel, kifelé! Végül is igaz, mi emberek semmik vagyunk. Mert ugye néhány napja még az én drága Rafael uram, meg én errefelé sétálgattunk, és arról elmélkedtünk, milyen üzletbe is vághatnánk, hogy megmeneküljön a teljes csőttől. És most ugye, itt fekszik előttünk a lassan porladó teste, porból lettünk és porrá lettünk. Vissza akarok menni Esmeraldába, Sergio. Hallani sem akarok erről az átkozott városról, ahol valaki képes csak azért megölni egy idős urat, mert tartozik neki. Ön nem akarja esetleg megnézni a könyvelést, amelyet Rafael úrnak vezettem? Nyomon követhetné, hogyan omlott össze, hogy mi maradt? Hogy mi maradt, Sergio? Ennyi maradt belőle. Ennyi. Miért nem említette soha nekem, hogy apám szorult helyzetben van? Nem lehetett, nem engedte meg, hogy megtegyem, pedig számtalanszor mondtam neki, Rafael úr, a fia felnőtt ember, biztos szakma van a kezében, már nem az a szerencsejátékos, aki azelőtt volt, segíthetne magán. Én ezt mondtam neki. Meg is tettem volna. Oly sok fájdalmat okoztam apámnak, pedig tudtam, hogy mennyire szeret engem. Elhiheti. Azóta a bűnös már megkezdte megérdemelt büntetését, gaztettért alaposan megfizetett. Életfogytiglant kapott a Farallón börtönben. Nagyon vigyázzon, sátánfival! Több ember halála szárad a lelkén, és valószínűleg ő áll több fogoly halálának a hátterében is. Veszélyes ember, és nagyon szeret elszórakozgatni az újonnan érkezett rabokkal. Kubíjasz, főhadnagy! Igenis, ezredes úr! Mostantól egy hónapon keresztül más időpontban hozza zuhanyozni Bustamantét. Nem akarom, hogy találkozzon sátánfival. Ezredes úr, kérem, ne tegye. Igazán, de tudok magamra vigyázni. Nem azért teszem, hogy megvédjem. Pusztán fenn akarom tartani a rendet és a fegyelmet. Addig hősködik ez a fajankó, amíg bele nem pusztul. Annak nem szabad megtörténnie, Kubíjasz. Már így is éppen elég bajom van a börtönvezetőséggel, amiért olyan sokan haltak meg nálunk az idén. Igen, ezredes úr. Ígérem, hogy gondom lesz az mi fogjunkra. Szóval arra buzdít, hogy álljak bosszút apám gyilkosán. Nos, igen. Ön nagyon jól ismeri a foglyokat, az őröket, sőt magát a börtönigazgatót is. Ha egyszer az Úristen egy kőhajításnyira helyezte magától, akkor ez nem lehet véletlen. Nyilván azt akarja, hogy megkeserítse az életét, nem gondolja? Én nem hiszem, Sergio. Semmi értelme nem lenne, ha megfogadnám, amit javasol. Higgy el, nem találnék semmi örömet a bosszúban. És az apámat sem kapnám vissza. Hát igen, a bosszú csúnya dolog, bűn, meg minden. De ha Rafael úristen nyugosztalja, hirtelen feltámadna, a gyilkos igencsak szorult helyzetben lenne. Mert ha igaz az, hogy amikor... Ha már az Istennél és a sorsnál tartunk, nézze csak, ki van ott. Nem fogja elhinni, az ott a gyilkos anyja. Tartsa meg a visszajárót. És kinek visz virágot? Biztosan a férje sírjára. Régóta özvegy, a gyilkos volt az egyetlen fia. Nem tűnik gonosz teremtésnek. Tudja, hogy a látszatcsal. Még mindig abban a lakásban él, ahol a fiam megölte az ön szegény édesapját. Ha már itt tartunk, ott az a lakás nem mintha sokat érne, de mivel kizárólag ez maradt meg Rafael úr tulajdonában, szeretném, ha aláírna egy papírt, amelyben felhatalmaz rá, hogy kilakoltassam az asszonyt. Nem hinném, hogy ki tudná fizetni a jelzálogot. Sergio, szegény éppen eleget szenvedett már. Özvegy, és az egyetlen fia börtönben. És pénze sincs. Tudja, Sergio, nem veszem el tőle a lakását. Javier úr, ön megőrült? Szerencsétlen asszony nem tehet arról, ami történt. Ezt értse meg. Én csak egy dolgot akarok. Visszatérni Esmeraldába, hogy új életet kezdhessek. Úgyhogy készítse elő a papírokat, és írja a lakást az asszony nevére. Ég önnel.
Barbara kisasszony, itt a finom gyümölcslé. Jaj, Griselda, ma csalódnom kellett Javierban. Egyáltalán nem van rá, hogy szó nélkül távozott, és üzenetet sem hagyott arról, hová megy és mikor jön vissza. Mintha egy másik ember lenne. Nem ilyennek ismertem meg. Ha az ember hibákat kezd felfedezni a férfiban, akkor már nem érdekli annyira. Jaj, dehogy is nem érdekel. Persze, csak... hogy érdekli, de nem annyira, mint a rab, akit megismert. Mert egyfolytában rá gondol, igaz? Tudod, Isten, mi jár a fejemben. Azért nem olyan nehéz kitalálni. Mióta elmesélte, hogy mi történt vele, megváltozott a tekintete. Úgy néz, mint aki a távolba akar látni. És mi van a távolban? Hát a farajon. Mit tudtál meg az őrtől, akivel beszélni akartál? Hát nem látja. Hiába kezd el beszélni doktor Negretről, rögtön azt a másikat hozza szóba. Na, kiderítem, visszajött-e a doktor. Eszedbe ne jusson! Nem árulhatom el, hogy ennyire érdekel. Nem akarom, hogy ilyen egyértelmű legyen. Inkább azt mondd meg, hogy beszéltél-e az őrrel. Mit gondolsz, segít? Ne feledd, hogy azok a férfiak rettenetesen vadak. Nem kell sokáig aggódni a kisasszony, nem sokára találkozni fogok vele, és tudom, hogy segíteni fog Andrésznek. Persze, hogy tudom, hogy egy vadállat, csak hogy én tudok bánni vele. Tökéletes vagy, drágám. Állj csak fel egy percre, hadd nézzelek meg, kérlek. Csodálatos vagy, kislányom. De csipkedd magad, mert Fonsecáik mindjárt itt lesznek. Jaj, mama. Jól figyelj rám, Barbara Santana. Nagyon valószínű, hogy ma délután hivatalosan is megkérik a kezed. És ez csak így mondom. Legalábbis azt hiszem. Úgyhogy nem szeretnék több kellemetlen közjátékot sem Tomásítóval, sem a családjával, vagy ezúttal édesapáddal gyűlik meg a bajod. Griselda, mit ácsorogod? Csináljon rendet a szobában, kézdisznóhol. Ne késsel. És ne feled. Igazi hölgy vagy. Megértetted? Griseldi, te egyetlenem. Mi szél hozzá erre, hogy kerül ide? Nyugalom, Mehia. Higgadjon le, még nem vagyunk ennyire bizalmas viszonyban. Hogy férkőzzem a bizalmába, amikor nem ad lehetőséget rá? Hiszen még mindig a vezetéknevemen szólít. Jó, ígérem, hogy mostantól Abelardónak szólítom. Örül neki. El sem tudom mondani, hogy mennyire. És ha már így közelebb kerültünk egymáshoz, nagyon szeretném, ha megtenne nekem valamit. Mégis mit, Griseldi? Mindenképpen tudnom kell, mi történt az új rabbal, amelyik tegnap érkezett Farajonba. A neve Andrés Bustamante. És mit akar tudni a pasasról? Nehogy azt mondja, hogy elkezdték érdekelni a rabok. Istenem, hogy mondhat ilyet? Nem tudom, értesült-e róla, hogy mit csinált tegnap. Nem hagyta, hogy Santana kisasszony leessen a lováról. Igen. Ott voltam, amikor a dolog történt. A lényeg, hogy Barbara kérdezteti általam, persze nagyon diszkréten, hogy megbüntették-e a foglyot, vagy pedig jól van. Tudja, úrnőm úgy érzi, hálával tartozik a fiatalembernek, ezért érdeklődik. Maga esetleg tudna neki segíteni, hogy ne menjen olyan rosszul a sora a börtönben. Mondja meg az úrnőjének, hogy Bustamantének nem esett semmi baja. És ami a segítséget illeti, azt bizony alaposan meg kell gondolnom, mert nem akarok gondot magamnak a feljebb valóimmal. Vagy úgy. És mit kell ezen annyit gondolkodnia? Szóval, az attól függ, hogy maga miben tud nekem segíteni. Ha? Nyugalom, Abelardo, nyugalom. Pár nap múlva erre járok, megmondja, hogy segít-e a fiatalembernek, és akkor majd meglátjuk. Ég áldja. Ezek szerint Santana lányát nagyon érdekli, hogyan alakul a sorsa Bustamantének. Egy ilyen előkelő kislányt. Képzelem, mi lesz, ha az ezredes úr fülébe jut, hogy miben sántik áll a drága látos csemetéje. Jó, csak berúgja az ipsét, annyi szent. Vigyázzon, Mehéja, egyelőre tegye lakatot a szájára. Az lesz a legjobb, ha azt mondja Santana cselédjének, hogy védőszárnyai alá vette Bustamantét. A megfelelő pillanatban kieresztjük a gőzt a fazékból, és megesszük, amit kifőztünk. Most is, mint mindig, gyönyörű vagy, Barbarita.
Azt a porcelán figurát juttatod az eszembe, amelyet Velencében vettem. Kicsiben Lédát és a hattyút jeleníti meg. Teljesen igazad van, papácska. Barbarita nagyon hasonlít arra a színésznőre. Léda nem színésznő, hanem egy istennő a görög mitológiából. De hát üljetek le az Isten szerelmére, foglaljatok helyet. Bőven lesz még alkalmunk megvitatni, hogy ki kire hasonlít. Tomasito, kérlek, ülj oda Barbara mellé. Örömmel. Úgy helyes, ha a fiatalok egymás mellett ülnek. Mi van a szemeddel? Hogyan? Semmi. Hát mégsem sikerült meggyógyítani Tomasito szemét. Nem. Több tucat orvos látta már a szemét, de semmi. Na persze, semmi jelentősége a dolognak. Ez a kis szépséghiba igencsak előkelő, amolyan családi ismertetőjel. A nagyapámnak, vagyis a grófnak pont ilyen volt, és Tomasito is örökölte. Elnézést, Barbara kisasszony. Mit akar Griselda? Csak mondanom kell valamit Barbara kisasszonynak. Ne titkolozzon a társaságunkban. Mi történt Griselda? Szóval, dr. Javier Negret látogatóba jött a kisasszonyhoz. Haladjunk, haladjunk! Menjen a sor! Ezt a moslékot még egy kivert kutya sem enné meg! Ne tartsa fel a sort! Tovább! Tovább! Sajnálom, Bustamante, de a nagy sátán azt akarja, hogy senki ne menjen a közeledbe. Mi a fenét busmogtál azzal a balfékkel, pirány? Semmit, nagy sátán, semmi lényegeset, megesküszöm. Csak nem tetszett meg a finom kis pofikája. Hogy mondhatsz ilyeneket? Szó sincs róla. Egy kicsit azért felnézek rá, mert első nap, mikor megérkezett, képzeld, rögtön 40 korbácsütést kapott, és meg sem mukkant. Igazán férfiasan viselkedett, nem? Azt mondod, férfiasan? Majd meglátjuk. Most jól figyelj! Mi van? Talán nem ízlik a szállodai koszt? Hogyha ízlene, már rég megettem volna. Ugyanis farkaséhes vagyok. Pedig kénytelen leszel erőt venni magadon. Különben földi pályafutásod véget. Igazán kedves uram, hogy így aggódik értem. Köszönöm a jó tanácsot. Nem jó tanács volt, agyalágyult, hanem parancs.